A gyertyát magunk elé tartva. Ez a pince jól szellőztethető, a gyertya lángján is látszik a levegő mozgása. Ennek ellenére a tulajdonos körültekintően jár el minden egyes alkalommal, amikor a pincében akad dolga. Mindig nagyon vigyázunk arra, hogy <kül> amikor a most terjed a pincében, akkor húzattal csináljunk egy, egy szellőztetést, egy természetes szellőztetést illetve ahogy már a riportokban és az újságokban is sokszor elhangzott, egy gyertyával, égő gyertyával ellenőrizzük a pincének a levegőjét, hogy ott megvan, megvan a megfelelő oxigén tartalom. A katasztrófa védelem is a gyertyás ellenőrzésre buzdít mindenkit. Szabó Bisztricanet azt mondja, hogy a gyertyát egy botra erősítve, maximum derékmagasságban kell elhelyezni. Ha a láng elalszik, az oxigént kiszorította a musgáz, és a helyiséget azonnal el kell hagyni. Javasoljuk, hogy a helyiségekben is minden esetben úgy haladjanak le, hogy magunk előtt tartva egy botot, és arra egy égő gyertyát erősítve, körülbelül derékmagasságban tartva a gyertyát haladjunk le a pincékbe, és abban az esetben, hogyha a gyertya kial akkor ez jelzi a helyiségnek az oxigén hiányos állapotát. A veszélyes anyag a must során felszabaduló széndiokszid, amely szintelen és szaktalan, a levegőnél körülbelül másfélszer nehezebb gáz, ami a levegőt kiszorítva a föld közelében terül el. A must gáz miatt balesetet szenvedő embereket csak légzőkészülékben lehet biztosan kimenteni, ezért ilyen esetekben a katasztrófavédelem 105-ös segélyhívóján érdemes segítséget kérni.